Információink szerint az összes laktanyában készültség van, miután már mozgósították a honvédséget. Úgy tudjuk, már arra is konkrét tervek vannak, hogy melyik laktanyából hány embert kell átvezényelni, amint arra a jogi lehetőség is meg lesz. Közben a vezérkari főnök azt mondta, egy hadgyakorlat is elkezdődik, amely a katonák felkészítését szolgálja. Elvileg ez független a hamarosan kezdődő nemzetközi NATO gyakorlattól. Látszólag egy átlagos, nyugodt hétköznap a fővárosi Petőfi laktanyában. Az utcáról nézve nem úgy tűnt, hogy a szokásosnál nagyobb lenne a mozgolódás. Pedig sajtóhírek szerint, ahogy a köztársasági elnök kinevezte Simicsko Istvánt honvédelmi miniszternek, már is mozgósították a honvédséget. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Hódmezővásárhelyen jelentősebb katonai mozgást láttak. Erre egyébként a vezérkari főnök is utalt egy interjúban. A magyar honvédség ilyen. Simicsko István az Állami TV reggeli műsorában azt mondta, segíteniük kell a rendőrség munkáját, a legsürgetőbb feladatnak pedig a biztonsági határzár befejezését nevezte. Több mint 2000 magyar katona van a határon, és ugye egyrészt épül a határzár, a fizikai határzár, ezt be kell fejezni, és közösen együttműködve a rendőrségre büntetés végrehajtással építik a kollégák, a szakemberek. És emellett pedig szükség van olyan hadgyakorlatokra, olyan felkészítő tréningekre, amelyekkel a katona el tudja látni majd ezt az új típusú feladatát, amivel most szembesült. A miniszter szerint arra is fel kell készülni a katonáknak, hogy a menekültek kitörhetnek a gyűjtőpontról. A miniszter hozzátette, hogy a három tranzitzóna kedre elkészül. Közben sajtóhírek szerint már a Honvéd kórházban is elkezdték összeírni azokat, akiket esetleg vidékre vezényelhetnének. Semmit nem számít, hogy a rendőrök és katonák együtt próbálják kezelni a kialakult helyzetet, mert az egész intézményrendszer hiányzik, mondta Híradónak Harangozó Tamás. A Honvédelmi Bizottság szocialista alelnöke szerint a kormány nem tud mit kezdeni a helyzettel. Ugye senki nem gondolja, hogy majd az, ahogy a mai hírek lehet hallani, hogy például az állami egészségügyi központ, az a Honvéd kórház állományát írják össze, hogy az lesz a megoldás, hogy abból a Honvéd kórházból levisszük majd az embereket a téli határa, amelyik már ma sem tudja betölteni a funkcióját, hiszen ha valaki oda elmegy a sürgősségi osztályra és körülnéz, akkor látja, hogy gyakorlatilag katasztrofális állapotok vannak a túlterheltség miatt. A katonaság mozgósítása egy előzetes lépés, mondta Mirkóczi Ádám, a Jobbik szóvivője szerint mindez logikus lépés. Már most akár mozgósításokkal, akár összevonásokkal, átcsoportosításokkal, vagy éppen kiképzésekkel, vagy felszerelés kiosztásával fölkészül arra a pontra, hogy amikor a jogi feltételek megvannak, akkor abban a percben már is bevethető legyen a honvédség. Híradónk információi szerint egyébként az ország összes laktanyájában készültség van. Úgy tudjuk, hogy gyakorlatilag már az is eldőlt, hogy melyik laktanyából mennyi katonát és hová kell majd vezényelni, amint lehetőség lesz rá. Kerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, de egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.